Most viszont arra kérném önöket, hogy közösen hallgassuk meg a himnuszt. A program nyitányaként szeretném felkérni Szirony György nyugállományú katonatiszt urat, hogy József Attila a Dunánál című versét adja elő nekünk. József Attila a Dunánál. A rakodópart alsó kövén ültem, s néztem, hogy úszik el a dinnyehéj. Alig hallottam sorsomba merülten, hogy fecseg a felszín, s hallgat a mély. Mintha a szívemből folyt volna tova, haragos, bölcs és nagy volt a Duna. Mint az izmok, mikor dolgozik az ember, reszel, kalapál, vályogott vet, ás, úgy pattant, úgy feszült, úgy ernyedett el minden mozgás, minden hullám, minden mozdulás. És mint édesanyám ringatott, mesélt, s mosta a város minden szennyesét. És elkezdett az eső cseperészni, de mintha mindegy volna el is állt, és mégis, mint aki barlangból nézi a hosszú esőt, néztem a határt. Egykedvű, örök eső módra hult, szintelenül mi tarka volt a múlt. A Duna csak folyt, és mint a termékeny, mászra gondoló anyának ölén a kisgyermek úgy játszadoztak szépen, s nevetgéltek a habok felém. Az idő árján úgy remegtek ők, mint sírköves, dűlöngő temetők. Én úgy vagyok, hogy már 100 000 éve nézem azt, mit meglátok hirtelen. Egy pillanat, és kész az idő egésze, mint 100 000 ős szemlélget velem. Látom azt, mit ők nem láttak, mert kapáltak, öltek, öleltek, tették, ami kell, s ők látják azt, az anyagba leszálltak, mit én nem látok, ha vallani kell. Tudunk egymásról, mint öröm és bánat. Enyém a múlt, övék a jelen, verset írunk, ők fogják ceruzámat, s én érzek őket és emlékezem. Anyám kun volt, apám félig székely, félig román, vagy tán egészen az. Anyám szájából édes volt az étel, apám szájából szép volt az igaz.
Mikor mozdulok, ők ölelik egymást. Elszomorodom néha emiatt, ez az elmúlás, ebből vagyok. Meglásd, ha majd nem leszünk, megszólítanak. Megszólítanak, mert ők, én vagyok már. Gyengelétemre így vagyok erős, ki emlékszem, hogy több vagyok a soknál, mert az ős sejtig vagyok minden ős, az ős vagyok, mely sokasodni foszlik, apám s anyámmá válok boldogon, anyám s apám maga is kettő oszlik, s én lelkesedjé így szaporodom. A világ vagyok, minden, ami volt, van, a sok nemzetség, mely egymásra tör, a honfoglalók győznek velem holtan, s a meghódoltak kínja meggyötör, Árpád és Zalán, Verbőci és Dózsa, török tatár, tót, román kavarog e szívben, mely a múltnak már adós a szelíd jövővel, mai magyarok. Én dolgozni akarok, elegendő harc, hogy a múltat be kell vallani. A Dunának, mert mely múlt, jelen s jövendő egymást ölelik lágy hullámai. A harcot, melyet őseink vívtak, békévé oldja az emlékezés. Rendezni végre közös dolgainkat, ez a mi munkánk, és nem is kevés. Köszönjük szépen a verset. Szeretettel köszöntöm körünkben dr. Tarnai Rehárdot, a Pest megyei kormányhivatal kormány megbízottját, Iványiné. Köszönjük. Iványiné Batta Beátát, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkárságának árvíz- és katasztrófavédelmi projektjeinek osztályvezetőjét a közreműködő szervezetünk képviseletében. Horváth Nándor tűzoltó alezredes urat, a Pest megyei katasztrófavédelmi igazgatóság polgári védelmi főfelügyelőjét. Kovács László ezredes urat, a Szentendrei rendőrkapitányság vezetőjét. Varga László szentendrei hivatalvezető urat, járási hivatalvezető urat, elnézést. És szeretettel köszöntöm a térség polgármestereit, jegyzőit és vendégeinket, mindazokat, akik ennek a projektnek a megvalósításában részt vettek, és most megtiszteltek minket azzal, hogy jelen vannak ezen a jeles napon, ami természetesen számunkra igen kiemelt. Mivel megépült a Dunamenti árvízvédelmi beruházások projekt keretén belül ez az árvízvédelmi gát, 852 méter hosszan, 34 méteres talpszélességgel és 3 méteres átlagmagassággal védi innentől a települést az árvizektől, és természetesen, mint a híd, mint a Szentendrei sziget kapuja, ezzel az egész szigetnek ad védelmet azáltal, hogy az egyetlen szárazföldi megközelíthetőségét is oltalma alá vonja. És most felkérem dr. Tarnai Rihárd urat, hogy mondja el köszöntőjét. Köszönöm szépen, tisztelt polgármester úr, járási hivatalvezető úr, polgármester kollégák, hölgyeim és uraim! Amikor idefelé jöttem, és volt egy kis időm beszélgetni, illetőleg kezet fogni önökkel, akkor az egyik kollégával így elég furcsán méregettük egymást. Szerintem ő se látott engem még ilyen ruhában, én sem őt olyanban. Na nem azért, mert valami baráti kapcsolatunk van, és egyéb rendezvényen találkoztunk, hanem annak idején, amikor az árvíz volt, akkor találkoztunk utoljára, és más öltözék volt rajtunk. Fölidéztük azokat az időket, hogy mi is volt itt, milyen feladatok voltak, és valóban, hogyha visszagondolunk, az akkor, bár merész dolog az évszázad elején az évszázad árvizének nevezni valamit, de mégis ez az évszázad árvize volt, akkor pontosan tudják az itt lévők, hogy miről beszélek és miről beszélünk. Akkor az országos védekezés irányítójaként miniszterelnök úr elmondta, hogy a következő években nem látványos módon, de különböző beruházások fognak zajlani, az állam a szükséges pénzt belföldi vagy külföldi forrásból hozzáteszi, hogyha ismét bekövetkezne egy hasonló eset, már pedig az időjárás változatosságát látva ez bármikor előfordulhat, akkor már felkészültek legyünk. És most itt vagyunk, nem olyan sokan, nem egy országos eseményen, de mégis egy nagyon fontos lépésénél ennek a folyamatnak, amikor úgy érzem, hogy ezzel a beruházással, ezzel a közel 1 milliárd forintos beruházással meg tudjuk védeni Tahitót, Valót és környékét.
és ez ugyancsak egy kis lépés, de azt gondolom, hogy nagyon fontos. Azért gondoljunk vissza arra, hogy annak idején, amikor összefogással ténylegesen mindenki szószoros értelmében ott volt a gátakon, és együtt próbáltuk meg a víz útját akadályozni, akkor azt láttuk, hogy a nálunk sokkal jobb anyagi körülményekkel bíró országok, Németország, Ausztria nem tudott megbirkózni ezzel a feladattal. Sajnos ott emberéletben is kár keletkezett, magyarul emberek meghaltak, és több várost víz alá temetett a Duna, a kiáradó Duna. Mi úgy tudtuk ezt az árvizet megoldani, sokkal nehezebb körülmények között, hogy sem emberéletben nem keletkezett kár, sem pedig városokat, településeket teljes egészében nem öntött el a víz. A párhuzam azért önmagát adja, mert azt látjuk, hogy mi itt Magyarországon mindig nagyon ott kell, hogy álljunk a gátakon, a szó szoros vagy átvitt értelmében. Azt látjuk, hogy miközben a lehetőségek nagyobbak, mondjuk az akkori árvíz idején Németországban és Ausztriában, nem tudták azt a problémát megoldani. Most egy másfajta árhullámmal küszködünk, sokan éppen a déli határnál vannak. Azt látjuk, hogy ugyanezekből az országokból, akár Németországból, akár Ausztriából megkapjuk, hogy mit kéne csinálni, mit nem kéne csinálni, mit hogy kéne csinálni, de ők sem tudják ezt a problémát megoldani, amikor mi pedig kísérletet teszünk arra, hogy megoldjuk, határozottan, védve az embereket, védve az országot, akkor kioktatást szoktunk kapni. Én azt gondolom, hogy elég egészséges lelkületű nép a magyar, akár árvízről, akár migrációról van szó, mi tudjuk, hogy mi a feladatunk, mi összefogunk ezekben a helyzetekben, és mi megvalósítjuk és megcsináljuk azt, ami véd minket, védi az országot. Hogy a későbbiekben itt Tahitótfaluban és környékén minél kisebb erőket kelljen mozgósítani az árvíz idején. Hát ez a beruházás, ez a védmű pontosan ezt szolgálja, és köszönöm szépen mindenkinek, aki jelezte, hogy ennek a kiépítésére szükség van. Köszönöm azoknak, akik dolgoztak itt, hogy ez most megvalósulhasson és védje az itt élő embereket, és annak pedig örülök, hogy mi az állam a kormány részéről azt tettük, ami kutya kötelességünk, a hozzá szükséges forrásukat a Széchenyi terven keresztül biztosítottuk. Örülök tehát, hogy ezt most átadhatjuk, és továbbiakban is azt gondolom, ha összefogunk, akkor meg tudjuk magunkat, és meg tudjuk az országot védeni mindentől, ami vagy aki ránk tör. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönjük, és most megkérem dr. Sajtó Sándor polgármester urat, hogy mondja el köszöntőjét. Ahogy az idő múlik, kisebbre kell mindig állítani ezt a mikrofont. Nagy tiszteletek, köszöntöm kormány megbízott urat, köszöntöm a jelenlévőket, polgármester barátaimat, kollégáimat, Tahitótfalu jelenlévő polgárait. A kolléganőm a felvezetőben elmondta, hogy gyakorlatilag milyen célból, milyen oknál fogva épült meg ez a védmű. Megmondom önöknek nagyon őszintén, hogy életem egyik talán legnehezebb munkája volt, hogy eljussunk eddig. Sok dolgon átmentem én magam is, akár olyan is, amikor a délszláv háborúban nekem is ott kellett lenni a hármas határnál, most egy más jellegű feladat van, most nekem építeni kell. Ez a feladatom, ez a kötelességem, és ennek tudatában minden problémát leküzdve eljutottunk a mai napig. Nagyon szépen köszönöm a közreműködő szervezetnek az együttműködést, hiszen aki ennek a gátnak a történetét, ha úgy tetszik, ismeri, hiszen ez 2009-re nyúlik vissza, az tudja, hogy önmagában a kivitelezésen volt egy egyszerű feladat, de az előkészítő munka az nagyon-nagyon emberpróbáló volt. Nem volt látványa, csak a papírhalmazok gyűltek. Sok kolléganő van itt, aki akár az értékbecslésben, vagy a projekt menedzselésében részt vett, és ha van valaki, aki tudja, hogy mennyi munka van e mögött, hát az Barbara meg talán szerénységem, és a közvetlen kollégáim, képviselőtársaim, alpolgármester úr. Nagyon sok kemény nap telt el, még eljutottunk eddig, és amikor megtörtént a kivitelező kiválasztása, úgy gondoltuk, hogy most már hátraülünk, és a munkagépeknek az első mozdulatait egy napozó ernyő alól fogjuk szemlélni a Dunaparton, de ez nem jött össze. Mert mindig jöttek újabb kihívások, inert hulladék, erdőtelepítés,
határidők csúszása, módosulása, és a miniszterelnökségtől, illetve a fejlesztési minisztériumtól nagyon rugalmas operatív együttműködést kaptunk, vagy akár a Pest megyétől is. Köszönöm mindenkinek, hogy itt állhatunk. Amit a kolléganő elmondott, hogy ennek a gátnak mi a funkciója, az most már nem kívánom megismételni, azt azonban el kell mondani, hogy továbbra is a gáton kell maradnunk. Gáton kell maradnunk, mert ugye kevesebb munkával talán, de sok feladat van, mert Leányfalu Tajtótfalu között, vagy Tajtótól Kisoroszi között, vagy Tajtótfalu Dunabogdány között védekeznünk kell a jövőben is. Ez egy könnyebbséget jelent, hogy ez a védmű elkészült, és az erőnket oda tudjuk koncentrálni, most már megfelelő rutinnal, tapasztalattal, sajnálatos módon, ahol erre szükség van. 2009-ben döntött úgy a testület, hogy indulunk az első fordulón, ugye ez egy kétfordulós pályázat volt, és megmondom őszintén, nem mertem kimondani, de egy kicsit kétségbe estem. Tudtam, hogy ez iszonyú munka lesz. És két hét alatt raktuk össze az első fordulónak az anyagát. Innen is közvet mondok, Kemény Attila volt körzetvédelmi államtitkár úrnak, ő sokat segített nekem abban, hogy ilyen rövid alatt megfelelő szakembereket találjunk, hogy ezt a munkát el tudják végezni. Az első fordulót beadtuk 35 millió forint értékben, ebből 30 millió forint volt a kapott támogatás, 5 millió forint volt a települési önrész. Sikerült, második forduló sikerült, és nagyon nagy szerepe volt a kolléganő által említett dolognak, hogy gyakorlatilag rekrutáltuk a hídnak a környezetét, ezáltal biztonsággá és stabilabbá tudtuk tenni a körülményeket árvízi védekezés során, hiszen a szigeti települések csak így érhetők el nehéz járművekkel ezen a Tildi hídon keresztül, hiszen a meglévő 9 rév és komp ebben az időben nem üzemel, tehát egyetlen szárazföldi kijárat van. Most a légierőről nem beszélünk. Ugye egy helikopterre is próbálkoztunk védekezni. Én nagyon szépen köszönöm mindenkinek a munkáját, és megmondom önöknek, hogy ez egy örömteli nap, és nagyon szeretem, amikor meglátogat mindig kormány megbízott úr, mert néhány hete kormányablakot adtunk át. Ugye Pest megyében ez volt a 9. kormányablak, és a 9. közül az első, amely nem járási székhelyen. Köszönjük ezt a döntést, el is nagyon fontos része, hogy a szigeti települések, a környező lakosság komfortérzetét javítsuk. És abban is bízom, hogy jövő átadásra kerülő konyha étkezde avatásán is megtisztel kormány megbízott úr minket. Csak azért, hogy ne lakadjon a képességünk, ne csökkenjen a lendületünk, tegnapi nap folyamán gyakorlatilag megkezdtük a konyha étkezde kivitelezését, ez egy önerős munka lesz, és tekintettel arra, hogy 12 millió forintot kaptunk járda felújításra. Ezt a munkát is el kell végeznünk, ezt következő december 31-ig abszolválnunk, és a konyha megépülése után pedig hozzákezdünk az oboda bővítéséhez. Itt is 22 millió forintos támogatás birtokában tudjuk a település szükségleteit kielégíteni. Tekintettel arra, hogy a gyermek létszám örömünkre az növekszik, a lakosság létszáma egyre nagyobb lesz évről évre. Tehát ezeknek a munkáknak a csendes pihenőjében tartottuk meg ezt a mai napot, és utána nem sokat lankad a település harcos társasága, hiszen a hétvégén Nemzeti Vágtán ismét megmérettetjük magunkat. Molnár Gyöngyivel tennap beszéltem, rendben van, készülnek, ő szintén ott lesz, és egy nagy öröm számunkra. Itt el szeretném mondani, hogy Tajtótfalu két testvértelepülése, a kárpátaljai mezővári és a vácskai Tótfalu is ott lesz mellettünk, hiszen őket is tudtuk kvalifikálni erre a szép lovas eseményre. Reméljük, hogy az említett körülmények nem vonják el a figyelmünket teljes mértékben, és tudunk egy kicsit szabadabban eltölteni közösen néhány órát, majd esetleg a Hősök terén. Aki tudja, legyen ott, szurkoljon, televízióban is élőben fogják közvetíteni. Utána pedig gyorsan a következő héten, 26-án, ugye az országos rendezvény, itthon vagy Magyarország, szeretlek programhoz csatlakozván, ahogy mi Tajtótfalu
Szeretjük alcímmel, szintén egy rendezvényt tartunk, és készülünk arra, ha nem jön közbe váratlan esemény, a parlament futballválogatottja itt lesz a körünkben, és hát a tótfalui, illetve a tajtótfalui veteránok megmérkőznek a futballpályán a parlament válogatottjával. Másnap vasárnapi vásár, és utána pedig a hétköznapokban pedig megyünk és tesszük a dolgunkat. Nagyon szépen köszönöm, hogy megtiszteltek minket, és azt is el szeretném mondani végezetül, hogy 26-án a falunak fogjuk ismételten ezt a védművet átadni, hiszen elsősorban a faluért, a falu lakosságáért készül, és itt látom körünkbe itt a hangosító mellett azt az úriembert, aki felajánlotta az ingatlanát ingyen is térítésmentesen a gát megépítéséhez, ezt majd 26-án szeretnénk megköszönni. Tehát itt megismételjük a rendezvényünket 26-án délután 15 órakor egy lovas felvonással egybekötve, aki teheti, ezen a rendezvényen is vegyen részt. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek, és majd a program végén a kolléganőm elmondja, hogy milyen egyéb eseményt terveztünk még e gátátadás összefüggésben. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen polgármester úrnak! És most a gátnak az ünnepélyes átadása következik, a nemzeti színű szalag átvágására felkérném dr. Tarnai Rihárd urat, valamint Tamok Istvánt, a Diamid ZRT képviseletében a kivitelező cégnek az igazgatóját kérném, hogy fáradjon ide, valamint Iványiné Batta Beátát, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium képviseletében, és Sajtos Sándor polgármester urat. Kicsit nehéz megközelíteni, igen. És most kedves vendégeink, arra kérném önöket, hogy az itteni ünnepség végeztével mindenki szálljon vissza a gépkocsijába, és a gáton áthajtva keresztül jöjjön velünk a hivatal épületébe, és ott egy rövid állófogadással szeretnénk még megköszönni a részvételüket, és a sajtó munkatársainak ott lesz lehetősége esetleges kérdéseiket feltenni a jelenlévők számára. De még mielőtt ezt megtennék, kérem fáradjanak oda hátra, és egy pezsgővel kocincsunk az eseményre. Köszönöm szépen!